A Dunaszerdahelyi Rotary Klub ötödször hirdette meg az élelmiszergyűjtést, amely november 22-től december 19-ig tart. A koronavírus járvány általi bizonytalan helyzet miatt hosszabb ideig, mint az elmúlt években. Az adományokat 5 kijelölt dunaszerdahelyi élelmiszerboltban gyűjtik. Az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy az emberek az adventi időszakban segítőkészebbek, és lehetőségeikhez mérten igyekeznek támogatni a rászorulókat. Kihelyezünk egy kosarat, hogy oda tartós élelmiszereket, vagy olyan élelmiszereket tudjanak az emberek elhelyezni, amik most jól jönnek bizonyos családoknak. Fókuszálunk arra, nagyon fontos a számunkra az, hogy karácsonyig ezek a családok megkapják, hogy eljussanak ezek a több mint 10 kilós komoly csomagok ezekhez a családokhoz. A Rotary Klub a Dunaszerdahelyi Városi Szociális Osztállyal közreműködve célozza meg azokat a családokat, akiknek most ez jól fog jönni. Most is azzal számolunk, hogy körülbelül 40 családhoz el tudunk juttatni a gyűjtésből. Az adományokból ajándékcsomagokat állítanak össze. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a rászoruló családoknak egy vagy akár több hétre elegendő tartós élelmiszer gyűjjön össze.